A József Attila könyvtár a tavalyi évben Dunai város alapításának 70. évfordulója kapcsán rövid filmpályázatot hirdetett. Barta Endre alpolgármester és Tóth Éva, a József Attila könyvtár igazgatója hétfőn bejelentette az Én Dunai városom projekt következő állomását, ahol a zsűri mellett a közönség szavazatai számítani fognak. Emlékszünk rá, hogy mennyire népszerű volt a dunajvárosiak dala felhívásunk, rengeteg szavazat érkezett rá, és pontosan ezt reméljük most is. Magam már láttam ezeket az alkotásokat, és tényleg azt mondom, hogy megérdemlik mind a dicséretet, mind pedig az, hogy energiát és időt fordítsunk rájuk, úgyhogy én csak biztatni tudok majd mindenkit. Természetesen az önkormányzat oldalán is megtalálhatók lesznek ezek a felvételek, de szavazni csak a József Attila könyvtár oldalán lehet. Tóth Éva, a könyvtárvezetője, ismertette a zsűri tagjait. Beérkezett alkotások most már a zsűri szavazására várnak. Háromtagú zsűri fog szavazni az alkotásokról, és kérjük a közönséget is, hogy ők is adják le szavazataikat. A háromtagú zsűri Barta Endre alpolgármester úr, Várnai Gyula képzőművész, Spisák Tamás, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. Az alkotások megtekinthetőek az önkormányzat, illetve a József Attila könyvtár közösségi oldalán, ahol a szavazatok is leadhatók egészen február 21-éig. A legtöbb szavazatot összegyűjtött alkotás közönségdíjat nyer. A szakmai zsűri értékelése és a díjak átadása várhatóan márciusban valósul meg.